Növeli a városvezetés a temetkezési és sírhely megváltási díjakat. Az emelkedő költségek miatt indokolt a drágítás. Az árakat igyekeztek úgy meghatározni, hogy ne érjék el az infláció mértékét, de bizonyos esetekben ezt meg is haladják a temetőket kezelő VÜSZ Kft. Díjtételei. Manninger Jenő polgármester szerint ezek gazdaságilag indokoltak. A januári soros ülésen elhangzott, hogy a költségvetésbe beterveznek olyan tételt, mellyel a rászorulókat segítik. Tartalmazni fog egy keretet, ahonnan a rászorulókat, azokat, akiknek ezek a költségek sokat jelentenek, ugye tártalmi idős emberek van szó, azok kaphatnak nem csak temetkezési segélyt, hanem erre a parcella újra megváltásra és sírhely megváltásra is kaphatnak majd segélyt az önkormányzattól. A soros ülésen napirendre került a 2022-es turisztikai évről szóló beszámoló, és tárgyalták a felkészülést az idei szezonra. A városvezetés jelentős előrelépés szeretne ezen a területen. Ezt segíti az Európa Kulturális Fővárosa programban elnyert pályázat, és két nagy rendezvény, a Keszthelyfest és a Helikon Gála. Feltett célkitűzésem volt, hogy ne csak a rendezvényt rendezzék meg, hanem meg legyen megfelelő előkészítése, propagandája, reklámja, ugye promóciónak hívják ezt a szakmában, időben tudjanak az emberek, és kezdhetnek a hírnevét is emelje természetesen. Tehát ugye egy rendezvény az arról is szól elsősorban, hogy mi elmehetünk, közhelyemek elmehetnek, megnézhetik, de azért fontos az is, hogy sok helyen lássák azt, hogy milyen nívós rendezvények vannak Keszthelyen, Keszthelynek a kulturális rangja emelkedjen, ez a cél. A városvezetés a költségvetésben is különít el forrást a rendezvényekre, de jó részt pályázati pénzekből finanszírozzák a programokat és a promóciót. Az önkormányzat megállapodott a Keszthelyi kilométerek futóverseny szervezőivel, hogy nem pünköstkor, hanem szeptemberben rendezik meg a programot. Idegenforgalmi szempontból a pünkösd egyébként is zsúfolt, így viszont a nyári időszak után is nívós program lesz a város palettáján. Manninger Jenő polgármester arról is beszámolt, hogy a Keszthelyen népszerű, éves rendezvényeket mind megszervezik, azokat is, melyek mögött nincs pályázati finanszírozás.